jól tudom, hogy önök szegről végről ismerik egymást? Hát, igen, de a nagypapa meg a dédpapa mindenképpen. Az biztos, de azon kívül én meg az öccsével most együtt egy munkán dolgozom, de ez teljesen véletlen. Teljesen véletlen. Meg ráadásul azt hiszem a kollégám az öcsédnek volt valami iskolatársa, tehát így közvetve igen, ha ez szegről végrőlnek számít. De találkoztak már? Nem. Nem. Nem? Nem. Az hogy létezik? Hogy elkerülték egymást? Hát ez nem rajtunk múlott, de még nem találkoztunk. És milyen prekoncepciói voltak egyiküknek, másikuknak a másikról? Tehát volt valamilyen előzetes elképzelés? Semmilyen prekoncepció. Most a műhelytitok, ugye itt a fönnálló helyzet miatt az egész mai alkalom többszörösen bonyolódott, ugye? Igen. Tehát az, hogy én most itt a Janza Katával fogok szerepelni, beszélgetni, az viszonylag rövid ideje vált világossá, úgyhogy nagyon azt hiszem időm se volt prekoncepciót kialakítani, most túl azon, hogy a dolognak az a bája, hogy tegnap délután meg pont a testvérével volt dolgom, beszélgetésem, tehát hogy de azt jól gondolom, hogy így. András nem feltétlenül az a nagy musical rajongó, vagy operett rajongó? Hát nem vagyok operett rajongó, ezt bevallom töredelmesen. Ilyen gimnazista koromban, 80-as években, hát egyáltalán akkor volt ez a műfaj így nagyon új, meg divatos Magyarországon, akkor persze szerettem. Hát akkor kezdtek el színházakba bemutatni musicaleket. Nem politizálok ebben a műsorban, de Kata, te mennyire figyelted, vagy figyeled a politikát? Olyan értelem, hogy követed, vagy teljesen távol tartod magad ettől? Nem tartom távol, természetesen, teljesen magamtól. Hát ez része az életünknek, szerintem muszáj, hogy az ember tájékozódjon. Így jó magam is ezt tettem. Illetőleg, hát azért én olyan egészen unikális tudással rendelkező családtagokkal rendelkezem, jelentem tisztelettel, mint az előbb említett Janza Frigyes, akiből kettő is van nekem otthon. Így az öcsém, akit András már is, mert, és hát van egy abszolút pirosász a csapatban, az apuka, az édesapám, a dr. Janza Frigyes, tábornok, egyébként állatorvos végzettségű. Úgyhogy én például kértem engedélyt egy fél órás kihallgatásra, mielőtt idejöttem, és hát Andrásból természetesen azon kívül, amit tudtam, ez egy ilyen gyors talpaló tanfolyamon részt vettem. Ebből mi nyilvános? Édesapám kis pipájával oda beült, és akkor velem szemben, hát egészen elképesztő. Egyébként is imádom őt hallgatni, szerintem András is imádná, de valami egészen felcsigázta az érdeklődésemet András iránt. Tehát elmondta ugyanazt, hogy egy kivételes intelligenciával és tudással rendelkező emberrel fogok találkozni, tehát én sem jöhetek pongyolán ide. Tehát egyrészt a jogi munkásságáról, aztán a zöldpárti történetekről, a pártelnöki dolgokról. Elhűve hallgatom. Nagyon köszönöm, mert én soha nem gondoltam volna, hogy rendőrtisztek valaha rólam elismerően fognak beszélni. Nagyon, hát azért, mert én még így régen, hát igen, 90-es, 2000-es években, még mielőtt képviselő lettem, ügyvédként, jogvédő szervezetnek dolgozva, én számtalanszor ütköztem a rendőrséggel, mármint a rendőri vezetéssel, és bennem így az volt, hogy nagyon nem hagytam ott jó emlékeket. Most pont a Kata édesapjával nekem soha nem volt dolgom, de hát így a korabeli, tehát ez a 15-20-25 évvel ezelőtti rendőrségi vezetéssel azért igen. Kata, ha már azt említi, András, hogy a közönség visszajelzése, szerintem neked, de ez csak kívülről tűnhet így, aztán majd megerősítesz, vagy cáfolod azt, amit én így premisszaként elmondok, távolról nekem úgy tűnt, hogy későn jött neked a komikai szerepkör. Tehát amikor nézlek téged, vagy most készültem különösképp erre az interjúra, és színpadon megjelensz, akár csak egy talk show-ba, nekem egy született komikának tűnsz, aki magával ragadja a közönséget, remek a humora, van egy olyan vénája, ami ritka. Ehhez képest mikor játszottad az első igazi vérből komikai szerepet? Mert nekem úgy tűnik, hogy a pályád elején azért benned ezt a nagy, szép dívát látták. Nagyon jó a kérdés, egyébként jól látod, valóban későn jött. Én ezt éreztem, hogy ott van bennem, de hát ezek azok a dolgok, amiket nem mi döntünk el. Tehát te mondtál rendezőn, tehát Kerény Miklós Gáborhoz oda mentél, hogy szeretnék én mást is játszani, mint csak ezt a nagy, belehalós, szép lányt, aki gyönyörűen énekel. Hogyne, hát próbálkoztam, és mindig azt a választ kaptam, hogy önnek van egy olyan drámai ereje,
ami megkerülhetetlen. Tehát, hogy ha drámai, erős, főleg történelmi alakokat játszottam, akkor mindig én merültem fel először. Hát ez centiméter kérdése. Ugye az ember először látja a közönség, csak utána hallja, tehát be kell jönni egy darabba, ezt nem mi döntjük el, ez így született az ember, hogy olyan magas, amilyen, és olyan az alkata, hogy bejön, és akkor el tud neki hinni, hogy ő egy királynő, vagy nem. Igen. Tehát ez engem üldözött nagyon sokáig, és mindig is vágytam a szívem legmélyén, hogy egyszer megtaláljon egy ilyen vígjáték, vagy egy komikai feladat, és ez nagyon-nagyon későn érkezett el az életemben valóban. Egy picit untad is már? Azt, hogy már megint el kell játszanom egy szép szerelmes nőt, aki, ja Istenem, ezt már láttuk, ezt már tudom. Volt benned ilyen? Volt bennem ilyen. Akármikor énekeltem, én gálákon próbálkoztam ilyen vidám etüdökkel színesíteni a műsoromat, nem voltak rá kíváncsiak. Arra voltak kíváncsiak, amikor van egy darab, bejön a Janza Kata, és az biztos, hogy a tapsrendben én már nem voltam életben. Tehát, hogy én valami ősi halált, igen, én nekem valami ősi halált kellett hallnom a darabok végén, azzal tudtak jönni az emberek. Volt egy nagyon érdekes beszélgetésem még pályakezdő koromban a Bodrogi Gyuszi bácsival, amikor egyszer eljött megnézni egy előadásba, szeretett volna hívni egy végjáték, és beült az Elizabeth című musical, ami nekem a legnagyobb sikert hozta a mai napig egyébként, több mint 20 évig játszottam, tehát volt időm azonosulni Sissivel, ha úgy tetszik. És mondtam, hogy Gyuszi bácsi, pont erre tetszik beülni a vérdrámára, ami leszúrnak benne a végén, és hogy mit tudok mutatni, hát csak erőt és küzdelmet, az igazságát és a szabadságát kereső küzdelmet. Hát ezt tudom, és azt mondta, hogy jaj, én nem azt akarom megnézni, én azt akarom megnézni, hogy magát szereti-e a közönség. A nézőtéren azt szeretném megérezni. És beült egy előadásra, aztán hívott egy vígjátékra, és azt mondta, hogy magát szereti a közönség, és el fog jönni az az idő, amikor magának a komikai vénáját kérik majd. Megérkezés élményed volt? Volt, igen, volt. És nagyon sok rendezőtől megkaptam, hogy hol volt, tehát Alföldi Robi azzal kezdte a Sweet Charity próba után, hogy mindig van egy megbeszélés, és azzal kezdte, hogy hol a Janza, hát hátul ültem, nehogy sorra kerüljek, hogy most jön valami leszúrás, vagy hogy te mekkora bohóc vagy, hol voltál eddig, mondom, jelentem itt voltam, csak vártam a lehetőségre. A lehetőségekről nyilván András is majd sokat tud mondani, a lehetőségek nagyon érdekesek. Van ez az arisztotelészi tézis, ugye szintén a Nagy Frigyestől így nevelkedtünk a Kis Frigyessel együtt, hogy ezt nagyon sokára értettük meg, hogy a dolgok térben és időben léteznek, és rendkívül fontos a ritmus és a mérték. Ezt egész gyerekkoromban hallgattam, semmit nem értettem belőle, jelentem, most már értem. Tehát nem mindig akkor kell ütni, amikor tudunk, hanem amikor lehet. Ez egy nagyon érdekes dolog. Van, amikor csöndben várni kell a lehetőségre. Tudom, hogy ott van bennem, tudom, hogy képes vagyok rá, tudom, hogy meg tudom ragadni a közönség figyelmét, érzem, hogy szeretnek. És ki kell várni azt a pillanatot, amikor az élet is úgy hozza, készen kell állni, felkészülten kell várni azt a szerencsénket, amiért alapvetően megdolgoztunk, és akkor lehet egy közösség élére állni, és akkor lehet azt mondani, hogy itt vagyok, és ezt most meg tudom mutatni. És akkor jönnek velünk. András gyakorolta ezt a tempírozást? Tehát, hogy jó időben nem akkor kell ütni? Próbáltam gyakorolni, és hát ennek az igazságával abszolút tisztában vagyok, és osztom. Mondom, gyakoroltam, abba nem vagyok egészen bizonyos, hogy jól is alkalmaztam. Mi hibádzott, vagy mi volt a... Hát nem biztos, hogy eltaláltam, tehát hogy itt rácsatlakozzak a Kata utolsó mondatára. Én például a mai napig nekem egy fejtörést okoz az, hogy most kizárólag magamról beszélek, tehát nem is a külső körülményekről, hogy mit tudom én, amikor én 2010-ben végül is először elindultam parlamenti választáson, hogy akkor az a pillanat volt-e nekem belül, amikor úgymond én így kész voltam erre minden korai szempontból. Volt? Ma azt gondolom, hogy igen. Egyébként persze a külső helyzet 2006 után rendkívül csábító volt, tehát ebből a szempontból igen, működött a ritmusérzék. Miben volt mai szemmel éretlen, vagy nem kész? Gondolkodás, tehát mentálisan se feltétlenül, de
De hát én azt gondolom, hogy így a, hogy úgy mondjam, így ideológiailag világnézetemet tekintve, egyáltalán a politikára rálátva, a politika szemléletben hát sokkal letisztultabb lett. Nem is az, hogy mára, érdekes mondom, pont a kiszállásom előtti időszakra, ilyen 15-16-ra, igen. Tehát egy része teljesen természetes, mert amikor van egy ismeretlen világ, tehát ez olyan, mint amikor életedben először mész színpadra, és soha nem voltál ilyen helyzetben, tehát az, hogy most nem egyszerűen az, hogy ott mész arra, a politikai színpad az maga a parlament, és akkor nem biztos, hogy súlyán tudott kezelni a dolgokat. Tehát ez olyan dolog, hát mindannyian voltunk kezdők, nem tudom, középiskolában, egyetemen, stb. És amikor egy kezdő vagy, akkor hajlamos, hogy mindent rettenetesen komolyan venni. És amikor már úgy belet vagy egy új munkahely, stb. És amikor már beletanulsz, akkor úgy azt is megtanulod, hogy hogyan súlyozzál. Hát ez sem, de ez szerintem teljesen természetes. És az, hogy azt eldönteni, hogy mi az, ami nekem mondjuk politikusként, képviselőként, frakcióvezetőként a dolgom, és mi az, amit nyugodtan elengedhetek. Tehát nekünk, nem csak nekem, tehát ott akkor az egész csapatot ért egy olyan jogos kritika a 2008-10 között, hogy túlságosan szofisztikáltak vagyunk, tehát hogy nagyon mindent meg akarunk magyarázni. És én ma már azt gondolom, hogy ez például egy nagyon is valós és jogos kritika volt. Ön is mondta egy interjúban, hogy egyáltalán nem vagyok elájulva a saját retorikai képességeimtől. Hát persze, miért lennék? De mi a baj? Tehát túlságosan szofisztikált, túlságosan ékes szóló? Hát most... Jaj, mit tudom én. Hát nem tudom már, hogy ezt mikor mondtam, mert nyilván ez is alakult így az idők során. 12 szerintem. 12, jó, nagyszerű. Hát mondjuk úgy az elején nyilván rettenetesen izgultam. Tehát igen? Az, hogy persze, hogy ne. Egy parlamenti felszólalásnál? Hát a legelején igen, ott azért abba hamar belejöttem már csak azért is, mert ugye ott egy... szomszéd frakcióba ültünk egy volt évfolyam társammal, Gaudi Nagy Tamással, ráadásul Jobbik mellé a Fidesz direkt kiszúrásról beültette az LMP frakciót, mert kértük azt, hogy ne a jobbikosok mellé, mert ott az első héten szabályosan fizikai félelemben is voltunk tőlük. De hát a Gaudi... Már mi miatt kellett fizikailag félni? Hát azért ott a 2010-ben, hát ott azért ment az üzengetés rendesen, tehát mint a futballmeccsen mondjuk, értem. Nem tudom, én mondjuk vasastáborba jártam, beültetnek a kispestiek mellé, akkor nem feltétlenül, vagy fehérváriak mellé, nem feltétlenül érzem komfortosan magamat. Hát nem, tehát viszont a... Volt, hogy félt, effektív az hát az érzés. Hát a legelső egy-két napon azért ott voltak jelenetek, amikor azért úgy lestünk, hogy itt akkor most mi fog történni. Bár azért a fizikai atrocitás a magyar parlament történetéhez nem tartozik hozzá, más országokban ez egyáltalán nem meglepő. Na de azt akarom mondani, hogy annyi volt ott, hogy a Gaudi kolléga is elkezdett rettenetesen sokat beszélni az első hetekben, hát ő is ügyvéd. És akkor én is, kialakult egy verseny, hogy kiszólal föl többször, tehát ott bent nagyon hamar elmúlt ez a lámpaláz, így egy-két hét után, ahogy ugye elkezdtünk egymással versenyezni. De mondjuk az első felszólalás előtt, azt úgy kellett képzelni, hogy álmatlan éjszaka, tízszer hát az túlzás, nem álmatlan éjszaka, de ugye ez egy hatalmas ilyen elvarázsolt kastély az egész parlament, és ott lent volt valahol a Duna part felé a frakcióra, de is egy hatalmas út oda fölmenni. Ott azért rendesen izgultam, és hát később is, tehát az még évekkel később is, hogyha például olyan volt, hogy a miniszterelnök fog szózatot intézni a szószékről, és neki válaszolni kell. Hát szerintem az ott látszik is, főleg az első, tehát 10-11-es videófelvételeken, hogy ott azért úgy rendesen izgultam, meg még egy van, hogy rendesen ott, hogyha időkeretben vagy, az egy dolog, hogy ne beszélj marhaságokat. Tessék, például én rettenetesen szégyeltem magamat az ilyen szótévesztések miatt. Egyébként egy abszolút esendő dolog. Engem rettenetesen zavart, hogy nem plasztikusan fejezem ki magam, és ez nagyon sok volt, amit lehet, hogy kívülálló észre se vett. Ilyenkor visszanézte többször, és így kvázi elemezte is? Nem, évekkel később. Tehát én nekem van egy ilyen, én nem tudom, hogy Kata, hogy van ez? Én nem bírom magamat így visszanézni. Miért? Évekkel később. A hibát veszi észre mindig? Az a típus? Persze, igen, és ez rettenetesen tud idegesíteni, igen. Nehéz kérdés, ez igen. Ez nagyon nehéz kérdés, ez érdekes, amit mondtál, mert nekem egyszer volt egy kijelentésem. Lehet, hogy nagyképű volt az a kijelentés akkor. Ezt egy elkeseredett pillanatban mondtam egy rendezőnek, hogy miért nem bízik bennem jobban,
hiszen az elmúlt 20 évben már annyi szép szerepet megcsináltam. És akkor azt a választ kaptam, hogy amikor egy új darabot kezdünk el próbálni, akkor soha sem lehetünk biztosak abban, hogy ez is sikerülni fog. Nem tudom, András, ezt hogy éli meg, de én, amikor elkezdek egy új darabot próbálni egy új rendezővel, azt érzem, hogy semmit sem tudok. Tehát az első héten botladozom. De csak te érzed, hogy a rendező is ezt mondja. Lesz. Nyilván nem feltétlen mutatjuk ezt kifelé. Tehát az ember bonyolultan néz, bólogat, úgy csinálsz, mintha tehát a tartásunkban is jelezzük, hogy azért mi itt vagyunk, megérkeztünk, tehát belépett Julia Roberts is várja az instrukciókat, de lelek belül ez nem így néz ki, hanem volt nemrég is egy eset, amikor csak elemző próbák voltak, most kaptunk egy olyan rendezőt, nagyon sokat beszélgettünk a darabról, ülve. Tehát a gondolatainkra volt kíváncsi, jót is tett egyébként a dolognak, és elkezdtük olvasni a darabot, és volt egy mondat, amit háromszor is visszainstruált. És a negyedikre már azt éreztem, hogy nem tudok megszólalni 80 ember előtt, és újra elmondani, mert mi van, ha nem sikerül. És hangosan kimondtam, mielőtt a szerep szerinti mondat elhangzott volna, hogy jaj, Katus, ez csak egy mondat. Szedd már össze magad. Többiek is csak csodálkozva néztek rám, hogy én, aki aztán tényleg... hogy most használok egy szakzsargont, jól bírom a frontban állást. Uh-huh. Tehát a szólista idegrendszer az másképp van összerakva. Az egy különkészség? Igen. Tehát az, hogy te elbírsz egy darabot 7-től 10-ig a frontvonalban, uh-huh. hangilag, megfelelő idegrendszerrel, kellő fizikai állapotban, az tulajdonképpen az első nagy bemutató után kiderül. Nekem ez 96-ban volt 5000 ember előtt a Szegedi Dómtéren. Tehát ott éreztem, hogy ha én ott megállom a helyem, akkor valószínűleg meg tudok maradni ezen a pályán, és a szólista idegrendszer akkor sikerrel jár. Majdnem, hogy azt mondod, hogy nyilvánvaló színészi készségeken, hangi adottságokon felül, ez elsősorban idegi készenlét kérdése? Hogyne. Hogyne. Én boldog művész vagyok, meg boldog ember, mert még a mai napig rengeteg olyat játszom, ami faltól falig főszerep, tehát bemegyek 7 órakor, és kihalok 10-kor, ahogy az előbb viccesen mondtam, de tényleg ez egy idegrendszeri kérdés, hogy az ember bírja-e. András, volt ez alatt hát 6 év alatt, ugye, amikor mondjuk ugye a politika frontvonalában volt, amikor úgy érezte, hogy megviseli az idegrendszerét, ez az egész herce-hurce? Ó, hogyne. Hogyha a lámpaláz meg az izgalom kikezdi az embert, akkor nem lennének előadó művészek a színpadon. Tehát ez nem az, ami kikezd. Mi kezdi ki? Ez érdekes. Nem, mert ez éppen, hogy inspiráló, sőt, amit én a legjobban szerettem a 6 év alatt, az pontosan a parlamenti csörték, bár még egy, hogy bizonyos szempontból például az ilyen tévé-rádió szereplések sokkal tovább töltöttek el lámpalázzal, mint a parlamenti szereplés. Hány év volt, még ez valamilyen szinten nyugvó pontra jutott? Tévé-rádió? A tévé-rádió. Hát azért az, tehát a parlament az mondjuk az pár hét, egy-két hónap, az meg pár év, két-három pár év. Hát igen, mondjuk a Kálmán Olgával vívott emlékezetes interjú, ott már rutinosként? Ne vicceljünk, hát ott egy kampány után voltunk, tehát vasárnap volt a választás, engem már hétfőn hívtak, baromira nem akartam bemenni. Ez a 14-es választás, 14-es. Az valaki úgy nem úgy csinálták, meglehetősen független, objektív Kálmán Olga úgy csinálta végig a 14-es kampányt, hogy az LMP országos listavezetőjét, mégiscsak egy parlamenti párt frakció vezetője, aki történetesen im voltam, egyszer be nem hívott. Tehát úgy csináltuk meg. Meg úgy voltam, vagy bekerülünk, vagy nem kerülünk be, miután bekerültünk, én megfogadtam, hogy soha többé nem fog bemenni. És ott kérleltek engem 48-an, de menjek be, fölhívott ott a ATV-nek a főnöke is, hogy de menjek. Jó, bemegyek, oké, de elegem volt, és egy ilyen hihetetlen fáradt. Ott nemhogy nem izgultam, egy olyan szintet, az kb. Ugyanúgy leszívott egy kampány, mint mondjuk annak idején, amikor államvizsgára vagy szakvizsgára kellett tanulni.
csinálni. Volt, hogy utána én újságot nem bírtam olvasni, hogy több tízezer oldalt egy vizsgára el kellett olvasni. Most ott is úgy voltam, hogy nekem már minden mindegy. Ott abban, ebbe az állapot egyáltalán nem izgultam. Azok erő, akik esetleg nem látták az interjút, az egy paprikás hangulatú beszélgetés. Hát én nem voltam paprikás, én hullafáradt voltam leginkább. Már-már a személyeskedés sem nélkülözte. Én nem személyeskedtem, az biztos. De legalább, legalább utólag kiderült, hogy mennyire független objektív volt a műsorvezető, zárójel bezárva, de nem ez volt a kérdés, hanem hogy idegileg mi viselt, meg nem akarom megkerülni. Nem ezek a nyilván, mondom neki, nekem, sőt a leginspirálóbbak pont ezek a, sőt még a tévéstúdióbeli csaták, már mint nem a riporter, azért, hogy mondjam, elnézést, azért az nem a természetes műfaja a média működésének, hogyha a riporterrel harcolsz, hanem abban az időben, még ma már sajnos nem, voltak nagyon jó viták kormánypárti ellenzéki politikusok között. Ami rettenetesen megviselt, ez az érdekes dolog, mert a leköszönő interjúmban, Indexnek adtam egy interjút, ahol bejelentettem, hogy kiszállok a buliból. Ma már például azt is úgy gondolom, hogy jobb lett volna teljes egészébe elvágni, tehát akkor kilépni pártból, mindenből, tehát nem hagyni semmiféle egérutat. Tehát jobb az például nekem egy nagy tanulság politikától tök függetlenül, hogy feketén-fehéren el kell tudni vágni a dolgokat. Tehát ez a maszatolás soha nem vezet semmire. Ott volt egy olyan nem túl cizellált mondatom, ami persze benne maradt az interjúban, hogy hát elegem maradt a szarszippantásból. Nem, hogy az volt, hogy rengeteg szart szippant be az ember, amíg így ebbe benne van. És akkor ott volt képviselőtársam, talán nem is a saját frakciómból, azt hiszem a Staudt Gábor a Jobbikból, aki nagyon, hú, ez neki hogy tetszett, mert igen, és hogy hát ugye arra gondolt, hogy ami ott folyik a parlamentben, és én nem akartam neki mégis egy rivális pártba ülni, nem akartam neki elmondani nekem, én egyáltalán nem erre gondoltam, mert az, hogy ott ütjük egymást, kormánypártokkal, időnként ellenzéki vetétársakkal, az engem alkalmasint inspirál. De az, ami mondjuk egy párton belül megy, és ebben bocsánat, nem csak a saját, tehát ahogy én így most már kívülről nézem így az egészet, egyik sem, tehát az egész magyar politikai osztály olyan szinten leépült szellemi, erkölcsi, pszichológiai, stb. Értelemben, hogy az viszont tényleg kimeríti az ember. Tehát az, hogy nem az ország ügyeiről van szó, nem arról van szó, hogy hogyan győződ meg, hogy te jobbat csinálsz, mint az ellenfeled, hanem kis stílű pitiáner belső intrikákkal, rendkívül aljas, erkölcstelen intrikákkal kell folyamatosan szórakozni. Na, ez az, ami lepusztítja az embernek. Ön az a típus, aki a lelkére is vesz egy-egy ilyen pitiáner konfliktust? Hát sajnos túlságosan is, és ugye ráadásul én ugye attól eléggé szenvedtem 6 éven keresztül, hogy én ezt ugye úgy csináltam, vagy próbáltam csinálni. Időnként ki is fakadtam, az ugye hát az nem jó, meg nem illik, meg egyáltalán nem csak politikus, hanem aki főnök akkor sem munkahelyen. De ugye én kifelé meg mindig próbáltam azért fegyelmezni magamat rettenetesen. Tehát kívülről azt gondolták, hogy én egy, sőt, ezt még irogattak ellenem ilyen könyveket, vagy ilyen pamfletet, hogy én egy ilyen terminátor vagyok, akinek nincsenek érzésem, egy ilyen próbáltam magamat fegyelmezni, mondjuk 90%-ban ez sikerült is, tehát hogy én próbálom elválasztani az embernek a kifelé mutatott magatartását, viselkedését, meg az, ami az ő magánélete, meg a saját lelki világa. Ezt miért fontos elválasztani? Szerintem, mert ez így helyes, bocs. Tehát én elnézést, de én például attól heveny-hány ingert kapok, amikor a politikai nyilvánosságot az ilyen személye. Én értem, hogy ma már, nem ma már, már 60 évvel ezelőtt is a politikai kampányokat már ahol voltak, nem Kelet-Európában, csak úgy lehetett végigvinni, hogyha úgymond van személyes éle a dolognak, de amikor a fontos ügyeket, tehát a mindenkit érintő fontos ügyeket az ilyen fogpaszta reklámokkal, meg a személyeskedésekkel helyettesítik, az engem egyszerűen állampolgárként felháborít. Bocsánat, csak közben annyira szerettem volna valamit kérdezni, mert hogy úgy kérdezted, hogy az ember lelkére veszi-e, hogy az András a lelkére, hogy bennem felmerült egy kérdés, hogy nem lehet, hogy inkább bosszantó? Bosszantó, amikor majdnem ugyanaz a kettő? Hát majdnem, nem mondom, hogy ugyanaz, de persze, tehát ez egy ilyen hullámzó érzés, mert van, amikor rettenetesen idegesít, hogy most tényleg ezért vagyunk itt, hogy ott vagy a
nem túl szép emlékű Fehérházban, mondjuk egy frakcióülésnek nevezett rendezvényen, és ahogy Mile képviselőtársam fogalmazott, egy ilyen Mónika show zajlik. Ja Istenem, ennyire nívótlan volt egy-egy hát, ja, ülés? Volt ilyen. Tehát ez egyszerre igen, egyszerre rettenetesen borzasztó, hogy bocsánat, bosszantó. Tehát, hogy most mi az adófizetők pénzéből itt vagyunk egy irodaházba, és ez amit az előbb mondtam, most nekünk nem szeretni kell egymást, meg egy tudom én barátkozni, vagy azért, hanem intézni az ország ügyeit. Meg ezek akadályozzák is az intézést, hát, nem? Tehát nyilván, amikor nem méri fel az adott politikus azt, hogy itt most globálisan kellene valaminek az élére állni, és a világ már rég túl van ezen, és valamit tenni kellene, az bosszantó. Viszont azt mondja, hogy nagyon elválasztotta, fegyelmezte magát. Ebből következik a kérdés legalábbis számomra, hogy ön voltak éppen egy racionális ember, vagy lelkemélyen egy nagyon emocionális ember? Hát én iszonyatosan fegyelmezem magamat, hogy racionális legyek, de közben meg úgy kell ezerrel visszanyomni az emóciókat, hogy ne. Tehát ez nem mindig sikerül. Nem mindig sikerül. És az hol nyert teret, vagy hogy nyert teret, hogy olyan emocionális? Hát az, hogy időnként azért voltak, tehát nekem képviselői működéseim alatt is voltak ilyen kitörésé, amikor például már rettenetesen, igen, tehát egyszerűen például amikor a butaság, az idiótaság már egészen szétfeszített, és mondjuk már tizenvalahanyadik órája voltam benne valamiben, akkor azért úgy el tudtam ereszteni magamat, hogy nem akkor kiabál? Hát persze. És mondjuk magánéletben képes például az érzelgősségre is? Hogy azért azt Nehezen? Tehát én igyekszem, ez lehet, hogy csúnya dolog, nem tudom, de én még, hogy mondjam, még ilyen szomorú helyzetet temetésen is, azért igyekszem magamat fegyelmezni. Tehát nem tudom, ez valószínűleg nem tudatos, tehát már itt a beszélgetés elején a Kata utalt itt a felmenőkre, hát én nekem valószínűleg erősen hatott rám a nagyapám, aki egy ilyen hihetetlen fegyelmezett, nálam sokkal fegyelmezettebb ember volt, és ő úgy csinálta végig 44-et is, meg az 50-es években is a 6 év börtönt, hogy egy ilyen hihetetlen fegyelemmel tudott egyáltalán életben maradni. De van olyan közeg, amikor mondjuk, akár csak ha egymaga van, úgy meg tud hatódni? Hát persze, egymagában az ember nagyon könnyen, hogy ne. De ez inkább a külvilág elleni pajzs. Nem tudom, hogy gondolkodott ezen. Biztos, hát biztos, most nem tudtam, hogy most pszichológushoz jövök. Hát nem vagyok pszichológus. Biztos, hát hasonló. Hát ugye az én nagypapám és a dédpapád, ugye ők azért ismerték egymást. Szerintem az én nagypapám. Volt átfedés, igen. Tehát én is ebben a fegyelemben nőttem fel, de egyébként a részigazságok nem zárják ki egymást, András, szerintem az ügyvédi pálya például nagyon közel, én mindig azt gondoltam, meg ahogy anyukámat néztem, nagyon közel áll a miénkhez. Például a Kati mama, az én édesanyám, amikor egy-egy esetet elmesél, nyilván azt, amit el lehet mesélni, hát kötelez a titoktartás. Ügyvédként, név nélkül, amikor egy-egy esetet elmesél, akkor mi például a tesómmal több jászai díjat már kiosztottunk az anyukámnak. Olyan tehát, jól hogy, adja, igen? Hát fantasztikus, de tényleg, tehát, hogy egyébként a Kati mama a harmadik rostás volt, harmadik rostán esett ki a színműn, annak idején ő szeretett volna színésznő lenni, hát ezt lehet látni a mai napig, akár még otthon is, van, hogy olyan színesen és akkora vehemenciával ad elő egy történetet, hogy mi az öcsémmel csak összenézünk, és mondja, hogy Jászai Mari díj, mondom, várj még meg a kiteljesedés. Van egy Kossuth is. Igen, ebben van egy Kossuth is, hanem kicsit várjál még, és majd most fog kiteljesedni a történet, és az anyu úgy adja elő, és egyáltalán. Szerintem a Perei nagy részét így nyeri meg. Azonnal érzelmi síkon rááll az adott. Minden szívet kinyit, mindenhol tájékozódik, és mindenhol beveti azt a jó, az első jó mondatot. Tehát, hogy egészen elképesztő ez a színészi véna, és szerintem, én ezért képzeltem azt, hogy ez a kettő valahol nem áll távol egymástól. A fegyelmezettség az bennem is bennem van. Nagyon érdekes, és visszacsatolnék az legelső kérdésedre, mielőtt válaszolnál, András, hogy
többek között, amikor én nem kaptam vígjátéki megbízásokat, és azt mondták, hogy nekem a drámai erőmre van szükség, akkor elhangzott ott egy mondat, mert maga különleges fegyelmezettséggel működik még a színházban is. Ugyan nagyon érdekes, hogy amikor ki kell nyitni a lelkét, és megmozdítani az emberekben az érzelmeket, az is nagyon erősen ott van, de ugyanakkor önnel meg lehet csinálni 8-10 órás próbákat, és ez jellemző is az elmúlt 20 évemre, tehát születési adottság, fagyban is, forróságban is a domtéren. Igen, trenírozva, tehát a neveltetés, amiről beszéltünk, nagyon bennem van, és egyszer pont a Keró mondta, Kerényi Miklós Gábor mondta, hogy mindenkihez meg kell találni a kulcsot. Önnel nagyon fegyelmezetten kell, nagyon-nagyon akkurátusan kell fellépni, hogy megcsinálja azt, amit szeretnék. Tehát, hogyha a demokrácia van, hát egy kicsit szigorúbban kell odaszólni, és akkor ön azonnal működésbe lép mindenki. Hát én így. Ha már ezt említed, és András használt egy szót szippantásra, hogy igen, azért az Operett Színház kapcsán fölmerült ez az elmúlt igen, években. Igen. Ugye jól tudom azt, hogy Kerényi Miklós Gábor a te mestered. Igen. Neked volt konfliktusod vele kapcsolatban? Hát kinek nem volt, természetesen az embernek általában a főnökével ritka eset, hogy nincsen konfliktus. Megint csak alkalmaznám a jó kis definíciót, hogy a részigazságok nem zárják ki egymást. Volt konfliktusom, azokat a konfliktusokat mindig rendeztem személyesen vele. Azt hogy tehát kell én nem tartoztam. Te oda mentél, bekopogtál, és azt mondtad, igazgató, szeretnék önnel beszélni. Volt egy olyan konfliktus a színpadról és a néző. Én tudomásul veszem, hogy ilyenkor egy kapitány van. Ez nem egy demokratikus műfaj. Lentül egy kapitány, elmondja, hogy mit szeretne, hogyha az nem sértő, és nem csapált egy, így van, ha nem csapált egy személyeskedésbe, vagy egy nyilvános megaláztatásba, akkor az ember azt mondja, hogy ott ül lenne a kapitány, amit szeretne, én megcsinálom. Neked egyetlen volt egy ilyen eset, ember igen, egyetlen egy eset volt egy túlkapás, amikor nem úgy szólt föl, amúgy sem arról híres, hogy olyan kedvesen instruálna az embereket. Volt egy, ami abszolút úgy éreztem, hogy abban a pillanatban egy öncélú megaláztatás. Mások előtt, tehát mások ez a társulat előtt, teljes társulat idézni előtt. Is tudjuk ezt a mondatot? Amit én... igen, amit kaptál. Amit kaptam, hát... igen, hogy maga alkalmatlan, nem tudja ezt megcsinálni, hát nem igaz, hogy nem képes rá. Holott előtte rendezte át az egész jelenetet, tehát 6 emberbe ütköztem bele, mire oda a helyemre érkeztem. Tudtam, hogy mi miatt van a probléma, tudtam, hogy egy külső tényező, és nem miattam. Történt az egész, valakin le kellett vezetni, és akkor nagyon udvariasan, és ahogy engem neveltek, letettem a kis kellékkosaramat, ezt a kosárka letételt, ezt a mai napig emlegetik. Ez egy ilyen fegyverletétel volt, tehát ez ugyanúgy történelmi tény a színházi berkeken belül, mint a nagy elődök. Letettem a kis kosaramat, és azt mondtam, hogy amennyiben velem tetszik ordibálni és kiabálni, ez esetben tisztelettel itt befejeztem a próbát. Letettem a kis kosaramat, és kisétáltam, és a villamos megállóban felhívtam az édesapámat, és mondtam, hogy úgy néz ki, hogy én azt hiszem most kirúgattam magam a színházból, és akkor tábornok úr azt válaszolta a telefon végén, hogy Kiskati, egy zsíros kenyeret mindig tudok kenni neked. Tudtam, hogy van előre. Uh-huh. Persze természetesen egy óra múlva jött a telefon, hogy beszéljük ezt meg, a Kerótól igen, hogy beszéljük ezt meg, és elnézést kért, hogy külső tényezők miatt. És a legközelebb is egy ugyanilyen eset volt, ahol társulat előtt, és írtam, akkor egy levélben írtam meg a gondolataimat, és tulajdonképpen éltem a jogaimmal is, leírtam, hogy én utoljára általános iskolába éreztem azt, hogy így velem lehetett kiabálni. Felnőtt nő vagyok 2 gyerekkel, szerintem van más kommunikációs csatorna is ezen kívül. Volt foganatja a levélnek? Volt, igen. Tehát mondtam, hogy most volt itt utoljára ez a pillanat, hogy én velem. Tehát én szerintem elég fegyelmezett csaj vagyok, lehet ezt másképp is megközelíteni, soha többet nem volt ilyen probléma utána. Olyat láttál-e? A te jelenlétedben történt olyan, hogy mással beszélt így? Hogyne. Igen. Hogyne. Ez most általában véve nem is hogyne, de ez róla. A produkció érdekében, tehát neki eleve volt egy szenvedélyes közlekedési módszere, tehát hogy azt azért vegyük le ebből. Tehát, igen, de hol van az a pont, amikor egyszer azt mondja egy cég, egy társulat, hogy eddig és ne tovább, mert úgy hirtelennyiben előjöttek több 10 éves sérelmek, megaláztatások, és az ember külső szemmel csak azt mondja, hogy
te jó Isten, akkor itt elhallgatások folytak, itt megalkuvások voltak, meghunyászkodások voltak, hogy mi történt itt? Én azt gondolom, hogy ezt egyénileg kell eldönteni mindenkinek. Én nem nagyon hiszek abban, nem sokszor láttam példát arra, hogy egy társulat feláll, és együtt. Ez általában úgy szokott kinézni, hogy mire odaérsz az igazgatói ajtóhoz, addigra nincs mögötted senki. Uh-huh. Lássuk be, ez tényleg így van. Nagyon szépen megbeszéljük, mindenki nagyon buzgón, még a büfében hozzáteszi a saját gondolatát. Ott mindenki aztán, bátor. Ott mindenki nagyon bátor, és igen, mire odaérünk. Úgyhogy én mindig, én egyébként úgy lettem nevelve, hogy abszolút a közösségben gondolkodom, a közért teszem és végzem a dolgom a legtöbbször, de mégis azt gondolom, hogy ez rábu volt bízva az egyénekre, és én úgy gondolom, hogy az egyének éltek is vele. Megvolt az a szabadságunk, hogyha valakinek nem tetszett valamikor, felállhatott, felmondhatott. Te volt olyan, hogy ezt fontolgattad? A levelembe ezt írtam le, hogyne? Hát a jó, második levelembe, hát hogyne? Hát hogy köszönjük szépen, minden jót. Hát én mondtam, hogy nekem erre nincsen szükségem. Aha. Hamar kiderült, hogy a színháznak azért van szüksége én rám, és a közönségnek is, úgyhogy egy nagyobb cél érdekében azért én is aludtam rá. Ugye a másnap mindig egyel okosabb, persze, ezt mindig tudjuk. Érdemes ezekre a dolgokra aludni, de van az a pont, ahol az embernek döntenie kell, és akkor nem érvényes ez a mondása, és akkor fel kell állni, és egyenes derékkal kivonulni. Ez a második eset, ez így volt, megírtam levélben. Természetesen sem meg tudtuk beszélni, és nem lett ebből probléma, de én azt hiszem, hogy olyan dolgok nem történtek, amiért egy társulatnak összefogva fel kellett volna állni. Voltak esetek, amikor azt mondtuk, hogy akkor ezt most nem, tovább nem, négyen, öten bementünk, és azt mondtuk, hogy szeretnénk egy másik mederbe terelni ezt a dolgot. Eredményesek voltak ezek, uh-huh, én azt gondolom. Nagyon gonosz az a kérdés, azt mondom, hogy amikor Kerényi Miklós Gábor távozott az Operettszínházból, akkor te megkönnyebbültél, vagy sajnáltad? Ez egy gonosz kérdés? Nem gonosz kérdés, és tudok is rá válaszolni, ez úgy néz ki, mint a fogvatartó és a fogvatartott esete. Tehát én azt gondolom, hogy mi egy Stockholm-szindrómás társulat voltunk sokáig utána. Ez teljesen természetes. Tehát, hogy ha van egy mestered, akinek mindent köszönhetsz, tényleg. Tehát én nagyon sok kedves emberrel csináltam vacak előadásokat. Csináltam egy nem annyira kedves emberrel egy ragyogó karriert. Tehát ezen, megéri? Ez egy megfontolandó. Megéri, Kata, mert sok színész azt mondja, hogy van egy határ. Volt itt olyan színésznő, aki azt mondta, hogy aztán szívritmus zavara lett, más színházról beszélünk, más rendezőről, és ma már azt gondolja, hogy nem biztos, hogy az olyan nagyon jó eljárás volt az adott színház rendező részéről, hogy ez ide fajult. Noha a sikerek és a fantasztikus életmű mégiscsak külső szemmel ezt azért úgy valamilyen szinten igazolja. De hát valaki ezen átment. Igen. Abban a pillanatban, hogy nekem bármilyen fizikai tünetem lett volna, vagy egy olyan sérelem ért volna, gondolkodás nélkül felálltam volna. Egyrészt hozzájárul az én fegyelmezettségem, hogy én ezt tűrtem, és jól alkalmazkodtam ehhez a helyzethez. Egyébként nagyon sok jót is hozott, és nagyon-nagyon kellemes dolgokat is. Tehát azért nem csak a rossz dolgokról beszéljünk. Én azt hiszem, hogy ezek a dolgok ideig, óráig tűrhetőek csak. Pont amikor vége lett, én addigra fáradtam el. Uh-huh. Ez egy szerencsés egybeesés. A kárt sosem tudod akkor felmérni, amikor történik, csak utólag. Hogy én mennyire fáradtam el ebben, azt utólag tudtam felmérni a következő években. És nagyon? Nagyon. Uh-huh. Nagyon jól esett a pihenés. Hosszú időnek kellett eltelni, hogy én azt mondjam, hogy újra dolgozom vele. De te újra dolgoztál vele. Egyetlen egyszer dolgoztam azóta vele, igen. És furcsa is volt, hogy nem voltak azok az atakok, és nem volt az az egymásnak feszülés. Szerintem lett? Sokkal. Sokkal? Sokkal, persze. Hát, ugyanolyan eredményes volt? Hát, megtörnek, hogyne? Az a rendezés? Tehát a végeredmény tekintetében én nem vettem volna észre az külső szemlélőként, hogy melyik készült ezzel a metodikával, és melyik előadás készült. Nem, hát ez a pavlovi kísérlet eredménye. Hát, ha ő megjelenik, és én ott vagyok, akkor ki fogom magamból hozni a maximum. Ez teljesen természetes, de neki most már nem kell kiabálni, hogy én tudjam, hogy milyen intenzitással kell megközelíteni ezeket a szerepeket. Csak egy mondat még erre a Stockholm-szindrómára, tehát úgy értitek, hogy valamilyen szinten ennek a rabjai lettetek? Ennek a módszernek, ennek a személynek, ennek a vezetési stílusnak? Hát hogyne, hát mi ebben hittünk, és nagyszerű dolgokat hoztunk létre. Hát hogyne?
Hogyne. Nagyon érdekes ám, és senkit nem akarok megbántani ezzel, nagyon érdekes, amikor bejön egy nagyon kedves, nagyon művelt, nagyon felkészült rendező, de mondjuk nem ért a zenés műfajhoz, és hónapokig gyakorlatilag időt rabol. Az időrablás a legnagyobb bűn szerintem egy ember. És te, mint rutinos zenés, te tudod, hogy hogyan kellene, és nem vergődtök zöldágra. És akkor sokszor eszedbe jut, hogy lehet, hogy egy kicsit kiabáltak veled, de pikpak ment minden, és haladtunk egy úton, amiben hittünk, volt egy metódus, amiben belehelyezkedtünk. Magamtól nem hoztam volna szóba, de ha ilyen bőbeszédűen és készségesen beszélsz róla, hogy utána még egy botrány kapott nyilvánosságot az Operett Színház kapcsán, ott nőkkel szembeni megalázó nyilatkozatokról lehetett olvasni, ami valamilyen szinten az zaklatást is kimeríti. Ti erről tudtatok, tudsz, hallottál ilyenről, vagy nem jutott el hozzád ilyen? Később jutott vissza hozzánk. Uh-huh. Azt nagyon szeretném aláhúzni háromszor is, hogy van egy játszótér ott bent az Operett Színházban, a nagy épület, amihez tartozik egy házi színpad, egy baletterem, egy zenekari próbaterem, a társalgó, a büfé, és van az első emelet, amit így hívunk, az igazgatósági szint, amiben keveset járkálunk át. Uh-huh. Tehát nyilván, tehát aki gyakrabban átjárt, az tudott róla, aki nem ül folyton ott az igazgatói folyosón, az nem nagyon értesül ezekről a dolgokról. Később... Tehát ez az adminisztrációs részt érintette? Így van. Ez a legutóbbi ügy. Így van, és nagyon sokáig nem is volt nyilvános, tehát még pletyka szinten sem hallottunk róla. Aztán természetesen kiszivárgott, és megtudtuk a részleteket is. Nem láttam én semmiféle reális esélyét annak, hogy nekünk ebbe van szerepünk, hogy mi ebbe bele tudunk szólni, hogy eredményesek tudunk-e lenni, hogyha mi ebbe beleavatkozunk. És addigra már ez a társulat nagyon szeretett volna nyugodt körülmények között nyugodtan dolgozni. De ha jól értem, akkor fölmerült, hogy fellépjetek. Igen, később már igen, társulaton belül is, és aztán nagyon hamar ez hamvában, tehát ez teljesen elhamvadt ez a próbálkozás. Az elbocsátással, úgy érted? Tehát, hogy ez megoldódott? Igen. Tehát az ügyvezető igazgatóról beszélünk, és igen. A cikk szerint legalábbis önállítása fogalmazódtak meg ebben, hogy ez összefüggésbe hozható. Azért volt egy társulati belső nyomás, ami azt szorgalmazta, hogy ezt vizsgálják ki. Tehát azért úgy gondolom, hogy becsülettel az ügy mögé álltunk, tehát amennyi a részünkről elvárható volt és tisztességes, azt megtettük. Most a művészekről így van, tehát értem. Szorgalmaztuk a kivizsgálást, voltak olyan kollégák, akik azt mondták, hogy addig például az új produkciót nem kezdik el, amíg nem kapjuk meg az eredményt. Fontos volt, hogy tudják. És talán ennek is volt köszönhető, hogy végül is a direktor azt mondta, hogy igen, akkor végére járunk. Mindenféleképpen szerintem igen. Tehát kellett ez egy jó ízlésű belső nyomás volt a társulat részéről. Nem biztos, hogy kivont karddal, nem biztos, hogy dolgunk, de én azt gondolom, hogy amit becsülettel megkövetelt ez a helyzet, azt mindenképpen megtettük. András, sok interjút olvastam most önnel, készülve erre az interjúra, és amikor fölmerült önnel kapcsolatba valami kritika, blog, vagy egy bekiabáló, akkor ön nagyon úgy tűnt, hogy távol tudja tartani magát ettől. Tehát közömbös volt a kritikákkal kapcsolatba. És azon gondolkodtam, hogy ez vajon egy tudatos döntés eredménye, vagy nem volt azért ön ennyire közömbös és intakt ezekkel kapcsolatban? Hát egyáltalán nem, sajnos túlságosan nem vagyok közömbös, de nem csak arról van szó, hogy megtanulja az ember az idők folyamán, hogy kifelé mit mutasson és mit nem, hanem azt is meg kell tanulni, hogyha bármiféle közszereplést választ, tehát most nem csak politika, hanem színpadon bármi, tehát közönség felé játszol, azt is meg kell tanulni, hogy a helyén tudjad ezeket értékelni. Mondok egy konkrét példát. Nagy József készített önnel egy interjút a 24.hu-hoz, és érkezett többször is nagyon sok interjút készített, egyik jobb, mint a másik, és érkezett egy járókelő, aki minősíthetetlen hangon elkezdett kiabálni önnek. Ön végtelen fölényességgel és lazasággal azt mondta, hogy jaj, hát ezzel nem kell foglalkozni. Ilyenek azért fájtak önnek legbelül, nem? Nem? Ilyenek abszolút nem. Tehát nem? Az, hogy
az, hogy sok hülye rohangál az utcákon, meg a virtuális utcákon, és még csak nem is tudja artikulálni azt, hogy mi baja van, és állatként viselkedik. Hát ez, bocsánat, de ez sajnos, nem mondom, hogy ez jó dolog, és ez normális, hogy így van, de ez, hogyha valaki ezen nagyon fölhúzza magát, akkor keressen más foglalatosságot. Akkor mi fájt? Mi az, ami igazán? Azt mondja, hogy hát sokkal kevésbé volt közömbös, mint amennyire mi azt gondoltuk. Hát például, amikor konkrétan valótlanságokat elkezdenek terjeszteni, vagy teljesen nemtelen valótlan dolgokkal elkezdenek megvádolni, meg még ebből legendát is építeni. Nekem ez is az akkor lelkileg egy eléggé, hogy mondjam, nehéz helyzet volt, hogy nem nagyon volt előttem minta, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy nem a választáson szavaznak ki, nem visszavonulsz, nem megbuktatnak, nem tudom mi, hanem fogod, leteszed, és kiszállsz a buliból, még végkielégítéssel kapsz, hogy a ciklus végén kimész, kapsz végig. Itt még az se volt. Nulláról szinte újjá kell építeni a praxisodat, stb. És ez nem olyan, mint hogy állást váltasz. Tehát ez egy másik világba érkezel, másik világba lépsz ki. Bizonytalanság volt tömben? Hát hogy a viharban? Meddig tartott? Mennyi volt, amíg... Hát ez sok év. Hát ez szerintem ez 2-3 év, persze. Tehát itt most nem csak félhetetlenség, ez nem egyszerűen anyagi, tehát megszokni egy teljesen, tehát hogy most nem a nyilvánosság előtt szerepelsz. És az például rettenetesen bántott még kommentekbe is, hogy hát ez azt mondta, hogy nem fog politizálni. Holott én nem csinálok mást, mint az, aki ezt beírja, ugye? Tehát az odáig már nem jut el, hogy ő maga is politizál akkor, amikor megosztja n számú emberrel, sokasággal a véleményét. Máshogy kérdezem, ha nem hívnák televíziók, rádiók, hogy elmondja az aktuális eseményekről a véleményét, nagyon hiányozna? Hát volt az elmúlt 4 évben, vagy nem tudom hány évben, 5 évben, 4-5 évben is volt olyan időszak, amikor nem hívtak, sőt. Hiányzott? Hozzá lehet szokni. 5 év távlatából biztos gondolkodott ezen, hogy ön szerint az ön élete jó vagy rosszabb irányba változott azáltal, hogy politikus lett? Most már ilyen aspektusból, ilyen optikával. Hú, hát erre én azt tudom mondani, amit a Kata csak ott a más szituáció, hogy ezeket mindig így utólag. Hát most eltelt 5 év most de már. Nekem mondjuk a nem politikai baráti kapcsolataimat azt sikerült teljesen szétzúzni, leépíteni. Tehát nekem időm nem volt arra, hogy egyszerű, tehát nem politikailag nem értelmezhető baráti összejövetelekre elmenjek, hogy elmenjek. Hány barátot vesztett ön? Mit szerint? Tudom, én nem csináltam ilyen statisztikát, de, én csak azt nem tudom, ezt meg azt, hogy most veszítettem-e, vagy újjá tudtam-e építeni ezen. Nyilván én ezen vagyok, de tudom azt, hogy megsínylettem, persze. Már csak így objektíve is, hogy egész egyszerűen az időmérlekből mindent, ami nem a politika, így kiszorított ez a 6 év, sőt, tehát több mint 6 év, persze. Hát, hú, egész elképesztő, mert ez tőlem meg annyira távol áll, vagy nem, tehát, hogy nagyon tisztelem, meg nagyon becsülöm, csak hogy egész biztos, hogy nem az idegrendszerem, vagy a lelki világom nem bírná. Meg neked nagyon fontos az emberi kapcsolatok ápolása. Azt hallottam róla, hogy te az a típus vagy, társulatom meg közösségen belül is, hogy kvázi ilyen tyúkanyó típus vagy. Tehát valaki látod, igen, hogy baj van, igen, magánéleti zűr, te odamész, segíted, meghallgatod, gyámolítod, ez igaz? Igen. Ez hát jó. Nincs így kimond, de lehet, hogy mostanában már ki is mondják. Igen, és a kicsik, az ifjonti csapat, nem tudom hány generációval alattam, ők nagyon gyakran kérdezik, ahogy belibbennek az épületbe. Katika, van egy percet? Katika, majd lesz rám 2 percet? Ezért mondtam a beszélgetés elején, hogy nagyon érdekes, hogy ezeknek nem szabad hátat fordítani, nem is én lennék, de hogyha egy közösség igényli ezt belőled, akkor boldogan azt kell mondani, hogy igen. Milyen keresnek meg? Tehát nem tudom, elhagyott a barátnője, és akkor... Nem. Főleg ilyen stratégiai döntésekkel kapcsolatban. Tehát ez nyilván ez is a apukától jön nekem. Hogy át tudom higgadtabban gondolni szeretnék visszaadni egy szerepet, de nem tudom, sose adtam, hogy, de most úgy alakul az életem, és hogy, és akkor nem mondom, akkor gyere, akkor szépen gondoljuk át, és akkor megtaláljuk a módját. Mindenki oda mehet hozzá, te az a... Mindenki. Én is voltam egyszer kicsi, én is fölhívtam egyszer a Molnár Piroskát. És mit mondod, segített ugyanúgy? Segített. Tehát volt egy ilyen pontja az életemnek, a Zokokba fölhívtam, és azt mondtam, hogy azt mondták, hogy ha én elmegyek,
A kisfiammal voltam várandós. Ha elmegyek szülni, engem megvárnak a kettős darabunk, azt nem adják oda senkinek. Hát odaadták, mert a jogok meg lejártak volna. Tehát játszani kellett, a jogvédő azt mondta, hogy ha nem játszatok, elvesszük, odaadjuk másnak. Kénytelenek voltak beállítani valakit, aki a legnagyobb tisztelettel azt mondta, hogy Katika, ha visszaállsz, én visszaadom. Ez a te gyereked szó szerint, ugye hát velem tervezte a rendező, velem álmodta meg, én szültem, úgymond egy színházi gyerekem ez a darab. És akkor azt mondta nekem a Molnár Piroska, hogy az ilyen formátumú személyiségeknek és művészeknek, mint amilyen te vagy, visszaadja az élet. Tessék türelmesen és elegánsan kivárni, és visszaadja az élet. Na én erre az eleganciára és türelemre szoktam a kicsiket is inteni bent a színházba, és legtöbbször ezt érvényre tudják aztán juttatni. Hát ezek a két percek, amikor megszólítanak. András, nagyon sóhajtott, amikor azt mondta Kata, hogy egy ilyen tyúkanyó típus, akinek kikérik a tanácsot. Önnek van egy ilyen kvázi mentora? Vagy volt olyan, akihez, ha baj van, ha vívódás volt, akár politikai, akár magánéleti, de fel tudja hívni, meg tudja keresni, és azt tudja mondani, hogy úgy eligazítja pár mondattal. Hát alkalmanként volt, van. Ja, alkalmanként igen, így tartósan nem. Konkrétan a kulcs pillanatban, tehát ez a 2009-10, tehát a színpadra lépés pillanatában ez nagyon hiányzott. De egyébként különböző periódusaiban az életemnek előtte, utána így volt mindig. Egy volt, hogy több ilyen ember, persze. El lehet mondani, hogy ki volt? Nem kell elmondani, nem akarja. Nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Kata, az igaz, hogy te megáltalkodott és megszállott foci rajongó, vagy ezt hallottam rólad? Igen. Igen? Igen. Az miben nyertered? Hogy kell elképzelni ezt a mániát? Igazából nagyon szórakoztat, hogy van egy ilyen sportág, ami így összeköti a világon az összes embert, aki szereti, nagyon sokakat mozgat ez, én úgy tudom. És nekem nagyon tetszik, hogy én itt ülök a képernyő előtt, és látok egy világklasszist állati klasszul játszani. Egyrészt szeretem magát a játékot, tehát nagyon, nagyon izgalmasnak tartom, és tudom, hogy a világ másik felén ül egy ember, akit soha nem fogok látni, és később se, meg után se, és az is ugyanazokat az érzelmeket éli át, és hát, nézi, és ha ugyanannak drukkol egyébként. Éppen ezért nem is nagyon szoktam, most lehet, hogy most megharagszanak rám azok, akik hallgatják, vacak focit nézni, nem szoktam. Tehát ezért csak a nagyokat nézem. Magyar focit nem nagyon nézel? Nagyon, igen, nagyon sznob vagyok ebbe. Hát nézd, nekem hihetetlen. András Nagy Vasas szurkoló. Én csak a magyart. Csak a magyart. Jó, azt is azért jó nyilván, de hogyha én láthatok nagyon klassz játékosokat, tehát a VB idején, akkor engem látsz hátizsákkal, szandállal állni különböző bároknak, a hiába nyaral mellettem a családom. Mindjárt jövök, mondom, és akkor elszökök is valami bár előtt állok, ahol van kivetítő is. Nem azt mondod komolyan, hogy adott esetben családi programokat tudsz igazítani ahhoz, hogy játszik a Barcelona? Például, de mondok egy sokkal csúnyább dolgot, én, aki elmondtuk itt a riportban, és mennyire a fegyelmezettségemről vagyok híres, megcsináltam sajnos darabban azt, hogy ment a Róma és Júlia, és na, ezeket szeretik a hallgatók, tudod, egy kis ilyen színházi pletyka, ment az előadás, és bal oldalra, a súg oldalra berakadtam egy ilyen kis monitoron, ment a meccs, és már 11-esek voltak a végén. Gyors halál, tudod, azt nem lehet nem nézni, mert előtte a bál jelenetnél az ügyelőt megkértem, hogy egy kis palatáblára ugyanúgy írogassa az eredményt, ott nincs szövegem, csak fogadom a vendégeket, aztán óriási. Két mondatom van, hogy micsoda esti, csodálatos, én is jól érzem magam, és néztem a palatáblán, néztem az eredményben, és átmentem a túloldalra, és hát sajnos ez annál a résznél volt az utolsó 11-es, amikor eldőlt, tudod, hogy mi lesz a nagy helyzet, és akkor a Dajka mondta, hogy Júlia meghalt, nekem be kell rohannom, és mondani, hogy Júlia, mit tettél, Júlia, átkozott nap, ez a szövegem. A Nára Jerika mondta, Dajka, ugyanilyen foci rajongó, mint én, mondta, Júlia meghalt, én meg nem szaladtam be, mert akkor mondták, és azt mondja, a Nárai belső monológ volt, azt mondja, a Janza egész biztos, hogy a meccset nézi, megölöm. És kiszólt, de ilyen nagyon nekem szóló hangsúly, ezt a közönség nem hallott. Mondom, Júlia meg!
De akkor eldördült a lövés, mert be tudtam menni. Soha semmit nem hibáztam egyébként színházba, ilyet soha nem is csináltam volna máskor. Ez egy kiélezett pillanat volt, ezt vállalom, vállalom. Egyébként jellemző módon nyilván nem szoktam az előadások alatt mással foglalkozni, tehát nincs nálam se könyv, se mobiltelefon, az pláne nincs, de hát akkor ezt elkövettem, ezt a hibát. Egyébként is mondom, a nyaralások alatt is a család tudja, hogy amíg ők a tengerben fürdőznek, vagy akár a tóban, vagy bárhol, akkor én állok valami kivetítő előtt, és nézem, és barátkozom emberekkel, mert angolul remekül el lehet beszélni. Jó, akkor rögtön kapcsolatot teremtesz vadidegen emberekkel. Én azonnal bevesznek mindenhol, és akkor lehet beszélgetni. Én imádok beszélgetni emberekkel, kinyitni egy embert a legrövidebb időn belül, ez hobbim egyébként, és ilyen beszélgetős vagyok. Gyerekkoromban, amikor anyukám beszélgetett a héven, akkor mindig mondtam, hogy Kati, mama, ez nagyon ciki, hogy te beszélgetsz az emberekkel a héven, és ez most arra úgy változott, hogy ez az én gyerekeim mondják nekem. Mi örömmel hallgattunk benneteket, Jó, az a Katát és Siffer Andrást látták, köszönöm. Hallották. Nagyon köszönöm. Köszönjük szépen.